Szigetelés, ablakok cseréje vagy a fűtési rendszer felújítása, ezekre a célokra is kérhetnek támogatást április végétől a társasházak. Összesen 10 milliárd forint jut az Otthon Melege programra, ami körülbelül 20 ezer lakás felújítására lehet elég. A pályázati kiírásra április 30-ától lehet jelentkezni elektronikus úton, és nem csak panel, de téglaházak lakóközösségei is pályázhatnak. Kicsit több mint egy esztendővel ezelőtt volt egy olyan ígéretünk, hogy közel 1300 gyűri lakás fűtés korszerűsítését, energiai megújítását be fogjuk fejezni. Ezzel a programmal jól állunk, most már csak néhány lakás van hátra. De itt az idő arra, hogy kormányzati program keretében egy újabb győri programot indítsunk. Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban kidolgoztuk ennek a pályázati feltételeit. A program egyik fő célja, hogy mérséklődjön az energiafogyasztás, és tovább csökkenjen a családok rezsiköltsége is. A felújítással egy átlag magyarországi társasház akár 60-70%-os energia megtakarítást is elérhet. Az Otthon Melege program megvalósulása az önkormányzatnak is komoly érdeke, ezért Győr városa is támogatja a pályázó közösségeket. Nagyon jól működtek eddig is a felújítási pályázatok, mint ami volt a panel felújítások esetében. Most ez egy újdonság, hiszen a 4-től 60 lakásos társasházak pályázhatnak, nem csak panelok, hanem téglépítésűek is. Az érdeklődés az tényleg nagyon nagy, ezt tapasztaljuk mi is az önkormányzat részénél, illetve a képviselők részéről is érkeznek folyamatosan az információk. Mi, ahogy eddig is, a jövőben is partnerek szeretnénk lenni ebben. Felmérések szerint a hazai lakásállomány 70%-a energetikai szempontból nem megfelelő, ezen az arányon javítana az állam. A Fejlesztési Minisztérium úgy számol, hogy 20 ezer lakás újulhat meg a 10 milliárdos keretből. Lakásonként 350 és 750 ezer forint közötti támogatás vehető igénybe, a munkáknak pedig csak a felét kell fizetni a lakóknak, a másik felét az állam állja.